Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Nagy szeretettel és köszöntelek téged ezen a csodálatos reggelen. Istennek a népe, készen álltok arra, hogy ma is fogadjátok Istenek a beszédét? Készen állsz arra, hogy Isten ma is egy fantasztikus dolgot mondjon neked? Készen állsz arra, hogy ma is ajándékokat vegyél át? Hogyha nem, akkor ideje készen állnod. Ha pedig igen, akkor neked szól ez az üzenet. Amen! Atyám, köszönjük a mai napon is a te ajándékaidat, a te kegyelmi ajándékaidat, a te, a te csodáidat a mi életünkben. Köszönjük, hogy ennyire jó vagy hozzánk, atyám. Köszönöm, hogy a te dicsőséged megnyilvánul az életünknek minden területén. Köszönöm, atyám, hogy a mi életünk nem, nem haszontalan, nem gyümölcstelen atyám, hanem a te igazságodnak a, a munkája megtermi az ő gyümölcsét, a mi életünkben, köszönöm, hogy a te beszéded, atyám, a te igéd, megtermi az ő gyümölcsét a mi életünkben, és atyám így köszönöm, hogy a mai napon is sok-sok gyümölcs a termünk, Atyám, a te nevednek a dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. A mai üzenetnek a címe Megigazultság az ajándék minden embernek. 2 Korintus 5.17-ből olvasom az igét. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és ímé e állt minden. Ez egy nagyon fontos igé, úgyhogy ezt meg kell jegyeznie mindenkinek, ezért el fogjuk olvasni még egyszer. 2 Korintus 5.17. Mondjátok utána. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. A megigazultság Isten három legfőbb ajándékának az egyike, és ő ezt az egész világnak felajánlotta. A megigazultság ajándéka minden embernek szól talán vitatkozhatsz. Akkor miért mondja a Biblia, hogy amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz? Róma 3.10. Ez az oka, amiért Jézus eljött, szenvedett és meghalt minden emberért. Jézus eljött ebbe a világba, hogy igaz teremtését tegye a bűnös embert. Meghalt egyszer, hogy mindazok, akik addig hitetlenek voltak, higgyenek, Benne és igazzá váljana. A Róma 10.10 -10 így szól, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Jogi értelemben a világon minden bűnös, beleértve az ateistákat is, már igaz. Mivel azonban még nem aktiválták a megigazultságnak az életét az újjászületés által, nem tapasztalhatják meg az igazság életének a lényegi valóságát, ezért nem tudják megteremni az igazságnak a gyümölcseit és munkáit. Tehát egy ateista még nem aktiválta az újjászületés által az új teremtésnek a valóságát, és ezért nem tud megélni semmit abból, amit Jézus Krisztusban megkaptunk. Tehát a szerződés áll, Jézus Krisztus mindent elvégzett, aláírta az ő oldalán a szerződést, de még valaki nem írja alá a másik oldalon, és nem fogadja el ezt a kegyelmet, nem fogadja el azt, hogy ő igazá tett valakit, addig nem tud érvénybe lépni az ő életébe. Hiába kész a szerződés és az egyik fél részéről teljesítve van, tehát teljesítve van a szerződés, Jézus elvégezte a kereszthalált, de amíg valaki ezt nem teszi a magáival, és ezt ő nem fogadja el, nem írja alá az ő oldalán a szerződést, az addig nem fog érvénybe lépni az ő életébe. Tehát a termék elkészült, öné a termék, de amíg ezt ön nem veszi át, addig nem, az, nem, 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 nem tudja azt használni. Ennyire egyszerűen működik az üdvösség. Tehát neked már nem kell különösebb dolgokat tenned, hogy megigazuljál és Isten előtt igaz legyél, mert mindezt már Jézus elvégezte. Neked csak igennel kell válaszolnod arra, hogy elfogadod Jézus Krisztust, megváltódnak, uradnak és királyodnak. Ez az, amikor aláírod a szerződést a másik oldalon, és aktiválod az életedbe. És amikor ezt megteszed, a Szent újjászült újászültégen, egy új természeted lesz, ami már igaz, megigazult, és semmilyen ö, nem kell cselekedeteket tenned azért, hogy Isten előtt elfogadhatóvá legyél. Mert ezt már Isten elvégezte Jézus Krisztus által. Te csupán ezt aktiválod. Tehát olyan, amikor minden kész, elkészült a gyár, de nincs addig termelése, amíg meg nem gyobond a start gombot. És ilyenkor, amikor valaki elfogad Jézust megváltójának, elindul a start gomb. Benyomod a start gombot. Na de folytassuk a tanítást. Ez az ok, hogy Jézus halála és feltámadása, ez az ok, amiért hirdetjük az evangéliumot. A világnak tudnia kell, hogy Jézus halála és feltámadása megszabadított minden embert a bűn kötelékéből. Most a megigazulás elérhető Jézus Krisztusban. A 2. Korintus 5.21-ben az ige így szól, mert az, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává legyünk ő benne. Most, hogy újjászülettél, a megigazultság új életébe kerültél. Eltemettetünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Róma 6.4. A megigazultság Isten természete, amely lehetővé teszi, hogy Istennel helyesen állj, és biztosítja, hogy jót cselekedj. Ez az új természetet Krisztusban. Most már lehet egy mélyebb kapcsolatod Istennel. Legyen áldott az ő neve mindörökké. Ámen. Ámen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Jézus Krisztusnak a halála mindezeket a dolgokat lehetővé tette. Azt mondja a Biblia, hogy egyetlen egy bűn van, hogyha valaki nem hisz Jézus Krisztusban. Tehát Isten már nem azzal foglalkozik, hogy milyen bűnök vannak, hogy mit csináltál, vagy mit csinálsz, vagy stb. Mert ezt Jézus Krisztusban elvégezte, hogy ő ne, ne elvetette ezeket a bűnöket, és ezeket Jézus hordozta magában, az ő testében, a keresztfán. Tehát már nem ez a lényeg, mert már a szerződés teljesítve van. Ki van fizetve az ár? Tehát ki van fizetve a megváltásodnak az ára? Ki vagy fizetve? Neked azt írja a Biblia, hogy a bűn a halál. Tehát, hogyha valaki bűnözik, azért halállal kell lakolni. Ezért az Úr Szövetségben vágták el állatoknak a nyakát, és áldozták fel őket oltáron, és ráhelyezték az emberek a bűneiket, a zsidók, hogy ezáltal a lelkismeretük felszabaduljon a, a, és az életük a bűn alól, és el legyenek fedve az ő bűneik Isten előtt. De Jézus Krisztus nem csak elfette a mi bűneinket, hanem mindezeket magára vette valóságosan, és mindörökre elhordozta. Tehát már a bűn, mint ok, nem tud, nem tud ok lenni az életedbe, hogy milyen nem vagy kapcsolatban Istennel. Az egyetlen ok az az, hogyha még nem fogadta el Jézust megváltódnak. Ez az egyetlen egy bűn. Ez az egyetlen egy dolog, amiért még nem tudsz belépni a megigazultságba, ha nem fogadod el Jézust megváltódnak. Mert mihelyt elfogadod Jézust megváltódnak, automatikusan belelépsz az üdvösség áldásaiba. Tehát a termék már ki van fizetve, neked csak át kell venned, és be kell fogadnod. Magyarul Jézus mindent elvégzett, azért, hogy te igazként állhatsz is Isten előtt, neked már csak be kell fogadnod Jézust. Amen. Neked már csak el kell fogadnod Jézus Krisztust megváltódnak. És hogyha szeretnéd ezt megtenni, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megvalljad a te Ki Kimondjad, hogy Jézus Krisztus a te urad és a te királyod. És elhiggyed, hogy, az, hogy ő az élő Istenek a fia és hogy Isten feltámasztott őt a halálba. Ha te ezt elhiszed, mondd utána ezt az imádságot, ha még nem fogadtad el Istennek a megváltását, ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust. Mondd utána ezt. Drága Úr Jézus, elfogadlak téged az én megváltómnak, az én uramnak és az én királyomnak. Én elhiszem, hogy te az élő Istennek a fia vagy, és hogy Isten feltámasztott téged a halálból. Kelek téged, hogy jöjj az én életembe. És a mai napon átveszem a megigazultságnak az ajándékát. Az újjászületés által. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ha elmondtad most ezt az imádságot, hogy benyomtad a start gombot. És Isten valóságosan most már tud dolgozni a te életedbe. És hogyha ezt most mondtad el először, és most születtél újjá, akkor bátorítalak, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot. A videó alatt ott van minden elérhetőségünk, írjál nekünk, hívjál minket, és fogunk neked segíteni, hogy megismerd Isten valóságosan, személyesen. Amen. Így fogjuk most együtt elmondani a megvallást. Mondjátok utána. Igazságos atyám, Köszönöm, hogy nekem adtad a te igazságodat és a képességet, hogy bátran megállhassak előtted bűntudat, kárhoztatás és kisebbségi érzés vagy vádás nélkül. Megigazultság tudatú vagyok. Örvendezek az igazság ajándékában, amely az örökségem Jézus Krisztus halála által. Ezért igazságban uralkodom a körülmények és a világ elemei felett. Amen. Amen. Ámen, így uralkodsz, így mész előre, igazságban, igaz természettel, és így legyen egy csodálatos napod. Ámen, egy fantasztikus napod, tele Isten örömével, és Istenek a csodáival. Ámen, Isten áldjon meg benneteket, várunk benneteket szeretettel holnap is. Jó reggelt! Áldott napod! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten lépe, ébresztő!